kezdő kategóriába indulok, nem versenyzek, csak napi rajtengedéllyel indulok. Ez az első OB-m. Mi vagyunk a rendezők, én is a HBI csapat tagja vagyok, ahogy a motoron is látjátok. Igazából nagyon sokat dolgoztunk a pályán, és otthoni pálya mindenképp el akartam indulni. Így a környéken nem sok ilyen színvonalú pálya van, úgy gondolom, van alternatív nyom is a pályán, építettünk locsolórendszert egy-két éve, tudunk locsolni ifával is, meg a locsolórendszerrel, jó gépeink vannak, amivel meg tudjuk csinálni a pályát, jó szerintem az infrastruktúra, kicsit lehetnénk valami autópályához közel, hogy jobban megközelíthetők legyünk. Után harmadik elmentem, aztán az első kör után sikerült jöjjek fel az első helyen, és végig vezettem az első helyen. Jól éreztem magamat. Viszonylag közel lakom, 90 km-re a Fonyódon, szóval ez a legközelebbi helyszín az egész sorozatban. Sikerült verseny előtt kétszer lejönni edzeni. Hát a rajt szokás szerint most sem sikerült, 7.-8. helyen sikerült elfordulnom. Az első kanyarban úgymond kitorlódott a mezőny, ezért sikerült belül maradnom és eljönni az elejével. Utána arra figyeltem, hogy minél az első helyre jöjjek fel, viszonylag tartani tudtam a tempót és ezzel be tudtam hozni a versenyt az első helyen. Készítették, nekem nagyon tetszett. A második futamban a rajt az elég necces volt, de eljött a első helyen, és magabiztosan meg tudtam nyerni a második futamot is. Én elégedett vagyok magammal, hát még az egyenesekben, meg a kigyorsításokon kicsit kevítem. Romániában a világkupán szeretnék indulni, és az EB-n. Négy évet betöltöttem. Egy 77-82-ig motoroztam, és ott voltam egy országos bajnok 125 centibe. Hát ez már örök marad. Nem tudom, ebben nyíltem föl. Volt egy kis szünet, mikor család lett, meg minden, aztán újra kezdtem. Szeretek repülni, ugrani, de biztonságosan. 11 év voltam már műtve. Vannak cipzárak, lent is, fönt is.
Az egy kicsi nyugalom az egész hetes szívás után azért teljesen jó, mondjuk most a két kislányom az otthon vár. Az a végére csak összejött egy kellemes előny. Kellemesen meglevegőztettem a tüdőmet, tehát jó, jó kis meccs volt. Számoljuk össze, hogy körülbelül hány bajnoki címed van így összesen? Nem tudom, soha nem számoltam meg, de sok. Tehát így az enduróba is sokat nyertem, endurocrossba is sokat nyertem. Crossba szerintem ilyen 6-nál többet nem, tehát az első osztályba. Most ilyen öreg fiúkusokat már nem adom össze, mert az már nem lenne fel, akkor az túl sok lenne. Tehát így 37 éve versenyzek. Maga az egész verseny annyira ki tud kapcsolni meg a motorsport, hogy semmi más nem annyira. Szóval a munka mellett, meg a család mellett ez egy tényleg egy teljes reset gomb.